Második vagy a negyedik? Szám szerint a negyedik, a Pillanat emlékműve címet viseli, ebben az évben ez már a másodikban, azonban az produkció, az első az 1984 volt márciusban, ez meg most az új. A ajándékként hozott nagy lemez mellé látok még itt egy füzetet is. Ennek mi a története? A Vonalz Aranybok által már jól ismert Vonalz a füzet ez, amiben a zenekar hiteles története naplószerűen szerepel, valamint az összes dalszöveg, poszternaptár és egy karácsonyi kis lemez melléklet. És készültök erre a fergeteges november 15-i bulira? Rettenetesen készülünk a Vonalz a hazáj szuperkoncertre, hogy a reklámban nevezik. A BS-ben lesz, tehát november 15-én. Rengeteg próba után vagyunk, nagyon izgulunk, és sok egyéb debütálással is készülünk. Lehet néhány titkot fellebbenteni? Vagy... Hát elsősorban az, hogy a CD verzió a második CD-nk, ez szám szerint a második, ami a 84 és a Pillanat emlékművet című albumok anyagából válogatás, az itt fog debütálni, tehát itt jelenik meg először. A Rajongók által már régóta reklamált verses kötet a versenyből az itt fog először piacra kerülni. Egy csomó új pólónk is lesz, ami ehhez a lemezhez kapcsolódik. Egy csomó új Vonalz a relikvia, és hát rettenetes látványban lehet majd részünk, ha minden igaz, hiszen egy külföldi világítás technikát bérelünk erre az estére. Ha valaki kiszorulna mégis erről a fergeteges buliról, akkor legközelebb hol találkozhat veletek? Tehát a negyedik nagy lemezhez kapcsolódik-e valamilyen turné majd? Turné nem kapcsolódik egyedre hozzá, nem lehetetlen, hogy a 92-es évben lesz egy turnéből a lemezből, de ezt a turnét váltja ki ez a hatalmas buli, amire egyébként félretettünk 500 jegyet aznapra is, aki aznap jönne jegyet venni, tehát nem kell félni kiszorulni. Kedv csinálónak most a negyedik nagy lemezről forog egy klip, mi a címe? Az a bizonyos Bonanza füzet, amelyet majd kisorsolunk, és mielőtt elment volna Kovács Ákos, kiszedtem belőle egy titkot, nevezetesen azt, hogy eddig több mint 10 000 jegyet adtak el erre a bizonyos Bonanza koncertre november 15-én. Most pedig következzen egy kérés, a kérést, amelyet Simon...